Bognár Szilvia énekesnő, a Vasi Népdal Stúdió és a Bogja Népzenei Együttes énekeseként indult Vas megyéből. Gyökerei a népzenéből táplálkoznak. Természetesen van egy szűkebb közeg, akit a táncház mozgalom felölel, most már azért elég sokan vannak egyébként ők is, de ez napjainkban azért mégis rétegzenének tekinthető, de ők mai napig tudnak ezekkel a dalokkal élni, használják önkifejezésként, tudnak rá mulatni. Nyilvánvalóan nem úgy működik ez ma, mint annak idején a hagyományos kultúrában, amikor az emberek ebben szocializálódtak. De én azt gondolom, hogy egyrészt fontos meghallgatni ezektől az öregektől, a felvételeikről megtanulni ezeket a dalokat, és aztán azzal tovább lehet lépni. Én támogatom azokat a kezdeményezéseket, amikor megpróbálják zenekarok, zeneszerzők ezeket a dalokat akár egy más zenei közegbe átültetni, feldolgozni, valamilyen módon továbbvinni a mi 21. századi kultúránkba, de ehhez nagyon fontosnak tartom a hagyományos alapoknak az ismeretét. Az énekesnő saját világzenei csapatát a hazai jazz, népzenei, illetve világzenei produkciók neves előadóiból 2006-ban hívta életre. A közelmúltban született dalaik jó része gyerekeknek szól, melyek versekkel, mondókákkal, játékos és zeneileg is színvonalas szórakozást nyújtanak gyerekeknek és szüleiknek egyaránt. Amikor legelőször felkértek egy ilyen gyermekműsorra, már akkor teljesen biztos voltam benne, hogy én ezt csak úgy tudnám megcsinálni, hogyha közben beszélgethetek a gyerekekkel, megfoghatjuk egymás kezét, táncolhatunk, rikoltozhatunk, tehát ha van egy ilyen folyamatos interakció és egy közös játék, mert hogy akkor ők olyan szeretettel és örömmel vonódnak be, sokkal figyelmesebben hallgatják a zenéket is. Rám is nagyon felszabadítóan hat, és mindig töltekezek belőle. A művésznő saját formációi mellett számtalan együttes énekeseként is fellép, legyen szó régi zenéről, kortárs zenei alkotásokról, vagy különféle világzenei projektekről. Hát abban bízom, hogy a most már régóta dédelgetett új dalainkat Titoktok címmel föl tudjuk valamennyit venni, illetve a többségét már felvettük, és hogy ez valamilyen formában meg is jelenik, hogy egy konkrét kézzelfogható albumban vagy pedig online, azt még nem tudom. És hát emellett folyamatosan dolgozunk egyébként több formációval, új anyagokon, esetleges videókon, úgyhogy ez mindig, amennyire az időnk, lehetőségeink engedik, ezeket folyamatosan készítjük.